Kezdünk! Kezdjük, ciao kalam! Üdvözlök a nézőket, újra vagyunk a Nyíregyházi Állatpark Bambusz étteremben. A mai alkalommal, Deák Tomás, te mondod, most már megsértődtem. Beletesszük a szalonnát a előre megmelegített serpenyőbe. Mit kész, azt mondanál, légy szíves. Nem, az a lényeg, hogy mit teszek bele és miben, nem? Innentől kezdve majd a végéig is el fogunk jutni. Tehát szüzet fogunk készíteni, mert a kollégám kezébe van. Most épp a hátát próbálja eltávolítani róla. Hát ilyen 35-40 dekás szereteket vág le belőle, az eleve 25 dekás szűzből. Én addig megégetem a... Békőnek mondjam, vagy szalonnának? Baconnak. Baconnak. Szóval egy és ugyanaz, a szalonnát elkezdtem pirítani. Amibe ezen kívül még szeretnék tenni fokhagymát, paprikát, lila hagymát, zöld babot, kápia paprikát. És akkor innentől kezdve ki is lehet találni, mit fogunk készíteni? Sertés, szűz ragút, zöld babbal, kápia paprikás ragúval. Nagyon jó. Hogy elhallgattál? Dehogy is. Ja, sok nem teszünk bele, mindjárt, sem borsot. Mindjárt jövök. Kápiát felkockázom. Egyszerűen így gyorsan. Az ecet volt, nem? Vagy úgy is jó? Savanyítjuk, hogy lássa. Hagyd rá, nem lássa néző. Igen! Lekötte. Csak azért vágom gyorsan, hogy ne lássák, hogy mit csinálok. Szóval felvágtuk szépen a fokhagymát és a kápia paprikát. Érdekes művelet során fel fogjuk vágni a lilahagymát is kockára. Háromba vágtam. És már fel is van vágva az egész kockára. Tessék! Beletesszük először a lilahagymát. Amíg pirul, addig. Nem szólok bele. Azaz. Tudja ő. Belemegy a fokhagyma és a kápia paprika. Szépen sütjük, addig megvárjuk, hogy mi is lesz abból a szűzpecsenyéből. Most összevágja. Mit is vág össze? Fokhagymát. F-hagymát, nagyon jó. Nem szólok hozzá. Megsértettél. Helikopterre jöttek, láttad? Kis zöld bab bele. A zöld babot nem hagyom teljesen hosszúra. Ilyen 6 cm-es darabkákra felvágom. Még ez több, mint 6 cm. Akkor így már 10 és 6. Ez 16. Tessé. Na még egy picit. Zöld babos. Tehát nem zöld babbal, hanem zöld babos. Szénre most nem reagál. Mi ez a fradi? Mi az, hogy lila meg zöld egybe? A lilázza is. Zöld egybe, így. Javuló szurkoló. Lila meg zöld, vagy gyógyuló szurkoló? Inkább gyógyuló szurkoló. Tessék. Erre kérhetnék egy kis... Nem? Az sok. Úgy sem tetszett, jó? Akkor még teszek bele. Még muszáj beletenni zöld babot, mert ennyi sóhoz... Nem kell, elég az. De miért zöld babbal dolgozunk? Annak van szezonja. Én lassan el is készültem. Hát és süsse kicsit az a túlzás volt. Egy pici vizet kérnék rá, jó? Sertését mondtál? Nem sertését, vizet. H2O. Tudod,
Nem az ikrek OH2 van, hanem H2O. És képletben csak ennyi különbség van a kettő között. Szűz, ez még ebbe belejön. Menj még hozzá, kis csípőset hadd kérjek már. Annyi nagyon jó lesz. Nem biztos. Némi szeletelés után finomra vágva. És hozzáadjuk. Maradék egy paradicsom hozzámegy a végén. Felkockáztuk nagyobb kockára. Na egy kúsa nem akar megfordulni. Igen? Na szóljál neki, hogy hátra arc. Hogy annak ilyen szüzpecsen, egy elég száraz hús, intenzíven száraz hús, ezért csak néhány percig sütjük. Így van. Valaki szeret több órán keresztül sütni, igazán abból nem ízletes hús lesz, hanem kellemes cipőtalp. Ez a fűrészport jellegű vétel. Ilyen, ez a régi, milyen mintás? Hogy hívták ezt a falfákot? Hernyótalpas. Nem menjél bele, bele fogsz sülni. Tálaljunk valamire, drága. Mély tányérba fogunk tálalni szerintem. Mély tányérba fogjuk tálalni. Mit tudunk még hozzátenni, hogy wow! Minden szak. De különböző tanáka. Végül is. Tessék. Nem csalás, nem ámítás. Sül benne. Elég sós? Nagyon sós. Mi van? Keveset? Úgy szeretem valami sót. Sót nem adunk bele több sót. Tehát ez tényleg nem egy másfél órás, mint a paprikás krumpli, meg a lecsó. Arra neki kíváncsi, hogy neki otthon is minden csak három beszéd ad, otthon is minden csak három beszéd ad neki otthon is. Igen, például a zuhanyzás, az öltözés, meg a hazamenete. Három perc. Másra gondoltam. Másra gondolta? Mégis. Meg fogom kérdezni a feleségettől, hogy igen? Minden milyen gyors vagy. Nem. Aha. Nézd meg, szép. Nyugodtan készül. Nem idegeskedik senki. Kovar meg a fokon a szénéről. De az nem baj, ha egy picit elkezd karamellizálódni, azon nem fog. De meg ég! De hiába mondom ég, neki, meg ég! Hol ég? Tessék, ég valahol, hát, nézzétek, ég valahol, sehol nem ég, ott se ég. Tehát. Ezt is melegítem, mert te fogsz tálalni. Az meg hogy kell? Hogy kell, drága? Ebből, vagy két kanállal beleteszel. És a belebőjtön, nem ilyen belebőjtön? Nem, drága. Mert ez körülbelül kettő adag. Egy a miénk, meg a másik is. És mi az a fiúk magadban? Fiúk ne? Hogy jó kúráznak, drága. Nézd meg, hogy simogatta a sát. Látod, hogy simogatta a sát? Ekkora a sát, gyerek. Tiszta meg a hangod. Jó, hogy 8. hónapban vagyunk, meg a 9. lassan hallod, de... Én most milyen diétám van? Mindig elfelejtem. Ő mindig diétázik, amúgy tényleg elfelejtettem ez a... Zapkorpa diétám van, te! Ha ettől így lehet hízni, mi is rá fogunk szokni zapkorpára. A túrótól hízik lehet, a túrótól szerintem, nézd meg. A zapkorpához ez. Az is kenyére szeretem. Figyelj, figura. Az is kenyére szeretem. Kamera mellett fityisz, mondom én nem kell, ne legyél ilyen visszahúzó. Csúnya mutatod neki, csímit utatod. Csak nyugodtan mondjad, nyugodtan. Úgy is látjuk, mit csinálsz. És be is számolunk róla, tudod? Az biztos. Na tessék. Zöldbabos szűz. Elég már, hallod? Betegek lesznek. Nem sajnálom tőlük, hallod? Nem sajnálom tőlük. Betegek lesznek. Az meg eltűnt róla. Akkor? Na, akkor mi lett belőle? Tényleg van pirosat, inkább bágja van pirosat. Pirosat, milyen pirosat vágja? De piros, van piros? Valamit van, ez így fokol. Lila, na, lila. Ha? Hagyd már, nyersebbet nem magunk rá. Tudod, a kápiából nézd csak. Igen, valami azt nem tudom vágni, drága. Tegyünk bele egy szívószálat. Az a jobban néz ki, nem? Felvágjuk rá. Istenem. Az sem egy, hát. Zöld levél. Az úgy jó. Na. Szélét meg szórjuk meg porcukorra.
Kedves nézőink, elkészült a zöldbors csápakörös szűzpecsenye. Mindenkinek jó ételt kívánunk hozzá. Viszontlátásra! Viszontlátásra!